Köszöntöm a volt ösztöndíjasokat, látom, hogy vannak itt többen. Köszöntöm az IFU a képviselőjét, és köszöntöm mindenek előtt Frau Nilde asszonyt, aki az alapítvány ügyeit a jövőbe átvette. Frau Nilde darf ich recht herzlich begrüßen und vielen Dank für Ihre Bemühungen und das Stipendium. Ez a jubileumi 10. diátadó ünnepség a Horváth Péter alapú ösztöndíj a fiatal magyarokért című díjnak, ami nagy öröm, mert nem sok ilyen díj van Magyarországon, amelyik független, és amelyik 10 évet megér. A mai jubileumi díjátadót egy kicsit beárnyékolja az alapító halála. Június 4-én elvesztettük Horváth Pétert, aki 2013-ban létrehozta ezt az ösztöndíjat. De Nilde asszony jó voltából megy tovább a program. Az ösztöndíjról néhány szót. Horváth Péter ösztöndíja fiatal magyar irodalomért célja a legtehetségesebb pályakezdők, a már rendszeresen publikáló szerzők, 35 év alatti szerzőknek a díjazása, pályájuk elősegítése, és meg kell mondjam, hogy olyan értelemben már is mérhető a sikere az ösztöndíjnak, hogy korábbi ösztöndíjasok mindegyikének lett utána kötete, vagy azóta kötete, többeknek nem is egy, sőt külföldi is, úgyhogy ezen is mérhető az ösztöndíjnak a sikere. Ez az egyik legnagyobb összeggel járó irodalmi díj, jelenleg ami forgalomban van, 6000 euró nettó a díjazottnak, ami pénzben jár, és ez kiegészül a hónapos tartózkodással a Stuttgarti Solitude Akadémián, illetve a berlini literáris eszkolokiumban, az külön ösztöndíjjal ráadásul. És mindenhez csatlakozott a Stuttgarti Magyar Intézet is, aki megszervezi a díjnyertes szerzői estjét Stuttgartban. Tehát egy ilyen komplex díjról van szó, amelyik már 10 éve zavartalanul üzemel. Felsorolnám, hogy kik kapták eddig, beszédes a névsor, 2013-ban Kusoszki Dénes, 14-ben Mávárhegyi Réka, aztán Áfra János, Bencsi Korsolya, Závada Péter, Simon Márton, Harag Anita, Bartók Imre és Kormányos Ákos nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíj szakmai együttműködő partnere, mint mondtam, az Akadémis Rossz Solitude, és a Literáris Eszkolópium Berlin, a média partnere a Litera. És a zsűrizési folyamat az, hogy beküldik a kiadók a javasolt, általuk javasolt könyveket, abból háromtagú zsűri csinál egy shortlistet, egy 10-es shortlistet, abból majd egy hármast, top hármast, akik ma itt vannak, és indul el, hogy ki lesz a díjazott, a két másik szerző pedig 500-500 euró jutalomban részesül. Az idei háromba Hegedűs Vera, Fehér Renátó és Korpa Tamás jutott be.
egyszer hangsúlyoztam Horváth Péter professzor egyetemi tanárnak a szerepét, aki önzetlenül alapította ezt a díjat, és rettenetes a magyar viszonyokhoz képest erősen megnövelt pénzösszegeket rendelt hozzá. Nagy veszteség az ő halála. A 10-be az idén a következő jutottak be, nagyon erős volt az idei mezőny, nagyon nehéz dolgunk volt, és ezt nem csak azért mondom, mert mindenhol elmondják ilyen diátadókon, hanem mert most tényleg egy iszonyúan színvonalas év volt, tehát rengeteg jó kézirat könyvkérvény érkezett be, és hát nagyon nehéz volt dönteni, választani. A shortlistünk az így hangzott, hogy Bolta Réka, Égig Érő Család, Szkolár, Szakó Zsófia, Szívhang, Szkolár, Deres Kornélia, Box, Jelenkor, Fehér Renátó, Torkolat, Csönd, Magvető, Hegedűs Vera, Ostoba, Műút, Horváth Benzsi, Emlékmű a Jövőnek, Jelenkor, Korpa Tamás, Házsongár, Liv, Erdély, Híradó, Kaligram, Kustos Júlia, Hullámtörő, Jelenkor, Moeskó Péter, Őszi Hó, Kaligram, és Tóth Réka, Ágnes, Útrai, Bolya, Pré. Most pedig azt kérném, hogy a díjazottak, a jelöltek olvassanak fel valamit a díjazottas könyvünkből. Először fejére álltok. Szép estét kívánok mindenkinek. Három verset fogok felolvasni. Jöjjenek el mind, az alagút szindrómás grafománok és a kurzor fölött hiába virrasztók, jöjjenek a komplexusos közléskényszeresek, a sokat mondóan hallgatagok és a kérdő hangsúlyt elsuttogók. Jöjjenek a demens diszpécserek és a tátogó kóristák, a megafonban motyogók és a gégemikrofonosok. Jöjjenek tolmácskabinból, call centerből, szinkron stúdióból, telefonfülkéből, süket szobából és gyóntatószékből. Jöjjenek a racsoló dadogók, az afáziás hadarók és a tikkelő jelelők. Jöjjenek kavicssal a nyelvük alatt a behussoltatottak és a halhatatlanok, a mutisták és a némák. Jöjjenek el mind, nekik lesz igazuk. Magyar Irónia háza. Lebontották a Magyar Irónia házát. Mormolom magamnak, mint aki pózol. S persze mindenki pózol is magának, hisz alig se látunk az irodalomtól. Lebontották a Magyar Irónia házát, gyógyüdülőjét kevéi győzteseknek, kik alapkő letenni jöttek ki a fényre az önvédelmi pinceklubokból, amikor véget ért végre a történelem. Lebontották a Magyar Irónia házát. Tudom, hogy tévedni odabent nem volt szokás. Házi rendjében ennyi állt, gúnyolódni szabad, és ne vegyél semmit túl komolyan, főleg magadat ne, hiába vagy hős. Lebontották a Magyar Irónia házát. Nem lett belőle szelíd és tétova közhivatal. Kiköltözött végül egy jóga stúdió is, de akkor már senki nem nevetett. Viccnek annyi minden durva lett mostanra. Lebontották a Magyar Irónia házát. Kemény István süllyed. Így folytatódott volna a permanens paradigmaváltás apagyilkossággal, de hip-hop, felfedeztük magunkban a politikai költészetet. Aztán 10 év telt el, és lebontották a Magyar Irónia házát. Mi Berlinbe és Prágába költöztünk, de hazajöttünk lakást foglalni a romok között, ennyi. Jelszavakat festünk fel a falra nagy komolyan, ennyi. Vagy csak ti nem értitek a vicceinket, ennyi. Lebontották a Magyar Irónia házát. A kurziválást pedig visszahajlították, hogy lehessen mindent szó szerint olvasni félre. És mindegy lett, hogy túl sokszor mondtuk, vagy sosem, mert a 2x2 csak egy vélemény.
lebontották a magyar irónia házát, de végül is már tényleg mindenki unta. És a belgáknak, igen, a belgáknak sem maradt többé szöveghely, a bölcsnek hitt, álnaív, lefordíthatatlan cáfolatokra. Lebontották a magyar irónia házát, s mi egymáson kérjük számon, kik csinálták. Eszkalálj nagyon durván és nagyon gyorsan. Üzenjük meg annak, aki elkezd kiszűkszavusodni a családból. Lebontották a magyar irónia házát. Persze lehet, hogy mindez része a hanyatlásnak. El kell sirakni, hogy aztán kiküzdhessük önmagunkat újra. Mítoszunk és sci-fink az eljövendő századforduló. Lebontották a magyar irónia házát. Egyszerű lenne azt mondani, hogy gentrifikál a bosszú. De hát ezt meg mindenki rávágja, azonnal, mindig és mindenre, felelőtlenül. Hogy telik be egy korszak. Te szóltál róla, előre, egyedül. Filtrum 7. Néma köztársaság. Ilija Kaminskinek. Lövészárkot suhint a háború angyala a monokulturális szántóföldek arcára. Tömegsírre domborul az összes parcella. Hallgatnak fölötte a múzsák, ugye? És drónok üzennek, breaking news, kommentár nélkül a képek erejével. Nem hiszünk a szemünknek, behunjuk. Mennyi mindenné boncolna a térségen átdübörgő dezinformációs hadviselés. De mi vár a megszállt hátországra, ahol ihletetten zeng a bevonuló kardala? Vétkesek közt cinkos, aki süket. Diktálnak morált a régiek. Fülsiketítő a hallgatásunk, és ők már nem értik, hogy igenis siketüléssel kezdődik majd el. Mert mégsem csöndben van otthon, aki nem hallgat, hisz a csönd csak a hallás származéka, a zaj hiánya. Hallgatóját a zaj szüli. Nem a csöndben van otthon a költő, aki azt fújja fel a laktanyakapura, hogy no one hears you, leszakad az ég, nem tartja meg sem ima, sem káromkodás. A néma köztársaság fülébe hóhull. És orrunkban tartogatjuk, amit kimondanánk, míg meg nem érkeznek az anozmiás tünetek. Még egy ok a kijárási tilalomra. Bábuknak látnak minket, fába szorult léleknek, de éjfélt kopog a himbálózásunk. Nem hallunk, nem beszélünk, és nem engedünk. Megtöretni ezeknek. Nagyon szépen két költővel szemben egy regényen jutott a legjobb ám között.
Z. A kastély körül elszaporodtak a patkányok. A cselédek éppen a csapdákat állítják fel, amikor két nap távollét után megérkezik a férjem, és vele egy idegen ember, az emberrel meg egy közepes termetű, öreg kutya. Z, mondja a kutya zihálva. Nagy vérben forgó szemei hájogosodnak és lefelhúznak, a bőr is csüng a fejéről, de a férjem azt mondja, ennél a fajtánál ez normális. Megsimogatja a kutyát, mire az halkan nyűszíteni kezd. A cingel szemüveges idegen haditudósító. Mi ez a haditudósító, kérdezem. Olyan ember, aki oda megy, ahol a harcok folynak, és megírja, amit lát, hogy másoknak ne kelljen a saját szemükkel látnia, mondja a férjem. A haditudósító ezzel óriási szolgálatot tesz, ezért kötelességünk gondoskodni a biztonságáról. A haditudósító azért utazott a fővárosba, hogy dokumentálja, hogyan rajzolják át a város látképét a romba dőlő épületek és a beomló hidak, mi alatt felépül egy másik város, fordított irányban növekedve, járatokat alakítva ki a sziklák alatti barlangokban, a lakóházak pincéi közt. Nem is gondolnánk, az ember szeme milyen hamar alkalmazkodik a föld alatti fényviszonyokhoz, a gyomra pedig a háborús körülményekhez, mondja a férjem, és azokra a fényképekre mutat, amikkel a pincékből ennél merészkedő emberek hódkórosként állnak körbe egy döglött lovat. Egyikük már neki is kezdett a nyúzásnak. Egy másik képen egykori üvegpalota a csupasz váza alatt két férfi egy furcsa állattestét cipeli, a háttérben elhullott őzek és szarvasok. Ezt úgy hívják kenguru, mondja a férjem, ez meg az állatkert, az az üveges a pálmaház. Szeretném látni a kengurut, mondom. Majd elmegyünk, ha ennek vége, mondja a férjem. A haditudósító mindenből semmit sem ért, mert nem beszél a nyelvünket, a férjemmel egy harmadik közvetítő nyelvet használnak. Kezet csókol nekem és bemutatkozik. A kutyát is bemutatná, de a kutyának nincs neve, még csak annyi sem, hogy burkus vagy bundás vagy cézár, mint errefelé a kutyáknak általában. Gazdáit, a grófot és grófnét a saját határmenti kastélyukban verték agyon. Azért utazott oda a haditudósító a fővárosból, hogy dokumentálja az esetet. Ott találta a kutyára, a kastély előtt szűkült megállás nélkül, a parasztok már készültek is agyonverni. Még a kutya nevét sem tudták, csak annyit, hogy nagyon régóta élt a grófféknál, és az idős, megdőházas perc szinte gyerekként már felett. A haditudósító szerint itt nálunk hasznos lehet a kutya, kiírtja majd a kastély körül a patkányokat, mert azt mondták a parasztok, ez a fajta jó patkányfogó. Meg akarom mondani a férjemnek, hogy szerintem a parasztok gúnyolódtak, ez az öreg, reumás félvak kutya járni is alig tud, de aztán a férjem arcára nézek, és mégsem mondom. A haditudósító megmutatja a fővárosban készített fényképeit. Ezek főleg portrék arcok, akik odaadták magukat ennek a kétes örök kivalóságnak, elfogadva, hogy vagy eljutnak a nagy nemzetközi magazinhoz, vagy megsemmisülnek a készítőjükkel együtt. Az emberek sokszor úgy néznek a kamerába, mintha valami rettenetet látnának a fényképész háta mögött. Az kifejezésük első pillantást a csodálkozónak tűnik, de aztán rájönnek, hogy ezek a fővárosban már tudják, amit én itt még csak sejtek. Az a város most egy élő pokol, fordítja a férjem a haditudósítót, tűz és hógyűrűjében semmisülnek meg az épületek. Itt egy nagy híd, leeresztett karokkal, itt egy szétjuggatott oromzat, itt egy felrobbantott emlékmű, itt egy beomlott pince, itt egy égnek meredő csőű tank, itt egy romok közt vesztelő vonat. A lőpor füstjétől és a téli köttől a város mindenképpen mocskosnak tűnik, elmosódottnak, valószerűtlennek. A haditudósító azt mondja, hogy ugyan meg kell örökíteni a térbeli pusztítást, de őt valójában nem az épületek érdeklik, hanem az emberek, mégpedig abban az állapotukban, amikor még csak félig tudatosul bennük, hogy fényképezik őket. Ilyenkor nincs idejük pózokat felvenni, de már bekuszik a tekintetükbe mindaz, amit a világról tudnak. Különösen a gyerekek szeme kifejező, mert ők még csak most tanulják, hogyan kell a világot látni, mi a különbség a között, ahogyan ők látnak, és ahogyan elvárt, hogy lássanak. Ebben a köztes állapotban a gyerekek tekintete valamilyen furcsa többlettudásról tanúskodik, amit az éjség még inkább kiemel. A fényképeken a gyerekek mind rongyosak. Nagy, éles szemmel néznek a kamerába, pupilláik szélét éjség marja fel. Szüleik romos lépcsőkön ülnek, maguk elé révedve.
A felnőttekről készült képek szinte mind homályosak, életlenek, mintha ezek az emberek már elkezdtek volna visszahúzódni az életből. Ők nem is nagyon néznek a fényképészre, csukott szemmel vagy szemüket eltakarva, görnyedten örökítette meg őket a haditudósító, aki hotel helyett légópincékben töltötte az éjszakákat, hogy a félhomályban minél több képet csinálhasson arról, amit ő az ország népének hív. Azonban a haditudósító egyik fővárosi képe sem olyan iszonyú, mint azok, amiket a határnál csinált. Ezeken a frissen előhívott, a gróf és a grófné meggyilkolása után készített fényképeken nincsen semmi nyilvánvalóan erőszakos. A kastély nagyobbnak tűnik, mint a miénk, több szárnya is van, számtalan kisebb-nagyobb ablakkal. A képen külön-külön egyik részlet sem hátborzongató, de a szélfúvástól elmosódott fenyők, a félig nyitott nagy ajtó, a földön itt-ott fekete élő és neletlen eredetű foltok, az egyik ablakról visszaverődő fény és a bejárat előtt heverő ásó együttesen azt bizonyítják, hogy egy helyszín ugyanígy megőrzi a benne történt erőszak emlékét, mint egy test. A haditudósító sok képet csinált ugyanabból a szögből, mintha a felvételek egymás utánjával bizonyítékokat akart volna rögzíteni, elkapni egy alig látszó részletet, feltárni egy bűntényt, aminek felderítésére nem kapott engedélyt, aminek tettesei sincsenek, mert a birtoktól délre elterülő falu a sietős és kurta nyomozás alatt végül néma maradt. A parasztoknak nem tetszett a fényképezés, mondja a haditudósító, először azt sem hitték el, hogy a kamera nem fegyver. A magával hozott tolmács hosszasan győzködte őket, hogy leveljék agyon kettőjüket, és a képek többségét csak titokban lehetett elkészíteni. Például ezt is. Két szürke zsákot támasztottak a kastély falához, egy kisebbet és egy nagyobbat, fekete foltok szennyezik őket, és a föld is fekete előttük. Az öreg kutya az egyik zsákot szagolja, a sorozat legutolsó képén a haditudósítóra néz, hályogos szemében kétel nevekszik. A férjem szerint ezeket a képeket az egész világnak látnia kell, hogy tudják, mi történik ebben az országban. A világot nem fogja érdekelni, mondom, de a férjem nem tudja rám, már azt részletezi, hogyan fogja a nyugati határhoz vinni az ellenséges országból származó haditudósítót, és hogy hogyan próbálja majd a katonai papírjaival átjutatni a határon. A kutya nálunk marad. A kastély körül elszaporodtak a patkányok, de a kutya nem hajlandó patkányt fogni. Fel sem kell a könyvtárszoba sarkából, ahol a férjem a kandalló mellett vackot csinált neki. A szüleimnek soha nem voltak kutyái, nem tanultam meg, hogyan kell bánni velük. Félek, hogy ez a kutya megharap, mert nagy, véreres szemeivel úgy néz rám, mintha az ő fogalmai szerint valami rosszat csináltam volna, és fogait vicsorítva azt dihálja. Néha ugat is rám, hangja a föld alól jön, nem ebből a világból. Velem ellentétben a férjem ért az állatokhoz. Ingyenc falatokat vett a kutyának, hogy mozgásra bírja, de a kutyát nem érdekli az evés, az udvaron sem sétál, csak fekszik a vackában. Éjjelente nyűszít kis megszakításokkal. Hangja emlékeztet valamire, amit már majdnem tudok, de soha nem jövök rá teljesen, hogy mi az. Még arra sem, hogy a múltra vagy a jövőre vonatkozik-e, hogy egyáltalán ebben a pillanatban van elég tudásom megfejteni, vagy majd csak valamikor később jönnék rá. A férjem nem mérges a kutyára, hiszen egyébként sem tud rendesen aludni, ami miatt én sem alszom rendesen, tehát a kutya sírása semmit nem változtat. Azt mondom a férjemnek, hogy talán egy paraszt házánál jobban érezni magát a kutya, a szabad levegőn más állatok közt. De a férjem azt mondja, hogy nem értek ehhez, a kutyának itt van a legjobb dolga. Néha fel is kell hozzá éjjel, amikor azt hiszi, hogy alszom, mert csukott szemmel a mozdulatlanságot gyakorlom. Az ajtó alatt ülésen át szűrődik, ahogy a férjem a kutyához beszél, de nem hallom pontosan, hogy mit. Ha lenne orvos a környéken, kihívhatnám, de sem emberorvos, sem állatorvos nincs itt már egy ideje. Olyan helyekre mentek, ahol minden nemű magyarázat nélkül csapódik a földben halál. A legközelebbi orvos több órányira van, parasztok inkább magukat gyógyítják, több vagy kevesebb sikerrel. A kutya egy nap nem mondja, hogy zzz. Véreres szemei nem csukódnak le, kíváncsian néznek valamit, ami nincs a látóterükben. A férjem sokáig ássa a gödröt, az udvaron, a szilvafa alá temeti el.
Kérdezd még. A férfi, akit korábban sose láttam, hirtelen elém lépett. A gyerekeid közül, ha az egyik 21, a másik 82 évet élhet, és te dönthetsz, melyiknek adnád a legszebb pompájú hervadást? Kérdezte, majd hátrálni kezdett. Kérdezd még! Üvöltöttem. Közben kapálózni kezdett a szája, mintha az arcában fuldokolna. Ujjaim segítségére siettek. Képesek vagytok rá, biztattam őket, hogy kihúzzátok belőle a merülő ajkakat. Andrea Apartman, Strada Baba Novák 1. Belebeszélni a köldökébe, mint egy sokadik fülbe, vagy belehallgatni, hallgatni, ahogy mindenki beszél, aki belebeszélt már oda egyszer, aztán hirtelen hagyni ott, felhagyni ezzel az egésszel, hátrahagyni az éjszakai kérdezősködést, elsietni a gangon át, a lépcsőn le, a slaggal felizgatott parkon keresztül, az autókilincsig, és tovább, aztán leállítani a motort, forró vizet kérni az első lehetséges útnál, engedni, hogy kihűljön, a csésze mellett felejteni érintetlenül a filtert, majd visszasietni, a slaggal felizgatott parkon át, a lépcsőn fel, a gangon keresztül, belehallgatni, belebeszélni a köldökébe, így aludni el. Csak a szél. Nem az előkertből, nem a konyhakertből, nem a mikókertből, nem a téli kertből, nem a nyári kertből, nem a borvörös őszi kert verejtékből, csak valahonnan betódul, az ablakon át, nyugtalanság veszi körül, utat építenek, temetőt lékelnek, újjak az ajkakon, mondja, majd behajlítja a fenyőágat a szobába, figyeli, hogy a fekete toboz ringó árnyékot vet a lapra, ahogy ráhull, nincs halló távolságon belül más, csak ez a toboz moccanás, asztalfiókot nyit metszőollóért, majd fésülködő tükörfiókot zár, beáztatja magát a jéghideg kádba, de akkor újra betódul, betoppan, beömlik, a függönyt átsimítja, kiszívja az ablakon, szüntelen tapogat az étkészleten, a bizalmas villán, a lehelet vékony hűlő kanálon, a pezsgő szódán, az ezüst reluxa mögé kerül, megkeveri, mint egy paklit, átfúj a kapukka során, mert valahonnan betódul, beömlik, míg ő szűk köpenyében pihen, már lábadozik, hogy jön, hogy elhiggyen, hogy megjön, hogy elhiggyen, de nem, mert ez megint csak a szél. A veszettségről. A telefonja cella információi alapján rekonstruálták az útvonalát. Azt csak jóval később tudták összerakni, hogy a parkban, mi alatt eszméletlenül hevert, megerőszakolta egy munka. A következő napokban végigjárta a kullogás, a kóborlás, a halkbaktatás, a vágta, a szapora elvágyódás stációit. Végis túl gyorsan történt meg vele az egész. Ismeretlen dialektusban kezdett magyarázni, s egy-egy szó közepén elhívett, inkább ugatással fejezte be magát. Utolsó tiszta pillanatainak egyikében, mikor az öntudat maradik a fellobbant szemében, mint karácsonyfa égő az adekvát fenyőn, négy lábra ereszkedett, és megharapta a tartó tisztjét. Kiváló szerző került be az idei mezőnkből a top 3-ba. Nagyon nehéz döntésünk volt, szívesen már mind a háromnak hozzátok volna az ösztöndíjat. Végül is csak meg kellett hozni a döntést, és a 6000 euróval járó Horváth Péter ösztöndíj idei nyertese Hegedűs Vera.
Megszokott medrében zajlik az irodalmi élet. A jól ismert szerzők mellett újabb és újabb fiatalok kopogtatnak az életükért küzdő folyóiratok ajtaján. Tehetségesek és kevésbé érdekesek, ahogy az mindig is volt. Az előbbiek nevét előbb-utóbb megjegyzi a szakma, eljutnak az első kötetükig, jó esetben kritikák születnek, felolvasni hívják őket, olvasóik lesznek, elindul az úgynevezett pályafutás a szokásos gyakorlat szerint. Aztán egyszer csak, kivételes, ritka alkalmakkor érkezik valaki a semmiből, aki ezt a menetrendet zárójelbe teszi, kiiktatja, illedelmes kopogtatás helyett berúgja az ajtót, itt vagyok. Hegedűs Verát nem ismerem, a nevét sem hallottam eddig, pedig elvileg rajta tartom az ujjam a dolgok ütőerén. Könyve a Rejtélyes című ostoba, olyan öntörvényű, elementális erejű párakezdés, mely tökéletesen nélkülözi az indulás tétova útkereső lépéseit, a hangkeresés bizonytalan tónusait. Letaglózó, kegyetlen és durva regény, felkavaró, ámulatba ejtő, szélsőségesen naturalista és végtelenül költői, mely nem tesz engedményt az olvasónak, ennek hatása alól ebből adódóan sokáig nem szabadulhatunk. Hegedűs Vera kész, kiforrott írói eszköztárral érkezik. Magyar Narancs kritikusa szerint ebben a könyvben egyedülálló prózapoetikai megoldások sorával találkozhatunk, mintha egy szétszabdalt regény összekeveredett fejezeteiből állna. Az időrend felborul, a cselekmény rövid, mozaikszerű történetdarabkák látszólag véletlenszerű egymás utánjából bontakozik ki, felmutatva, hogy az elbeszélt borzalmak és az ábrázolt világ igazságtalanságai eleve nélkülöznek bármiféle logikát, épésszel felfogható oksági összefüggést. A könyv könyvezte a magából kifordult valóságot, melyben az utalások és analógiák feloldása nélkül is saját történelmünk szörnyűségére ismerhetünk, időn és történelmen kívüli eseménysorként rajzolja meg. Az idő önmagába fordulását a fejezetek sorrendjének szerkesztésén túl a tipográfia is erősíti, a mondatkezdő nagybetűk hiányával az íráskép végtelen sivárságot sugall, ahol nincsenek kapaszkodók. Az ostoba, ez sivár, kapaszkodóit, támpontjait vesztett, traumatizált, háborús világ és a kiszolgáltatott női sors megrendítő erejű ábrázolása, maradandó irodalmi dokumentuma. A Horváth Péter irodalmi ösztöndíjjal a zsűri nem csupán rendkívüli teljesítményt ismeri el, de reményét és várakozását is kifejezi a szerző további pályájával kapcsolatosan, nyugodt munkafeltételeket biztosítva hozzá. Gratulálok! Köszönöm szépen!